Használt mobiltelefont gyűjtenek. Az orosz hadifogolyság egy önkéntes szemével tűzpusztított kisújszálláson, már a januári fizetés is több lehet. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. január 14-én 18 óra 5 perckor. A karcagi Arany János Általános Iskola is csatlakozott egy országos programhoz, amelynek keretében használt mobiltelefonokat gyűjtenek. A részletekről Szentesiné Nánási Tünde igazgatót kérdeztük. Az iskola a környezet tudatosság jegyében évek óta csatlakozik ehhez a programhoz, és gyűjti a használt mobiltelefonokat a városból. Elmondhatom most már, hogy évek óta csatlakozunk a Pasztold Vissza Tesó kampányhoz, melynek keretében használt mobiltelefonokat gyűjtünk, az egész város területéről várjuk azokat a mobiltelefonokat, amelyeket már nem használnak a gyerekek, a felnőttek. Az iskolánk portájában van elhelyezve egy gyűjtődoboz, ahova amit meg lehet közelíteni a kapu főbejárat felül, és semmi más nem kell, mint hogy belépjenek a portáig, és bedobják ebbe a gyűjtődobozba a kedves lakosok, gyerekek. Az iskola portáján van elhelyezve a gyűjtődoboz, amit meg lehet közelíteni a főbejárat felől, és ott bedobhatják a lezárt gyűjtődobozba a lakosok, gyerekek, a használt mobiltelefont. Tehát innen már a feldolgozóhoz kerülnek a készülékek. Ezt a dobozt nem lehet, le van lakatolva. Az a kolléganő, aki ezzel foglalkozik, aki felvette a kapcsolatot ezzel a kampánnyal, ő az, aki bizonyos időközönként kiüríti ezt a dobozt, és rögtön egy zárt dobozba kerül szintén, és postai úton kerül el a kampányt hirdető intézethez. A kampány egy globális célt szolgál. A gorillák élőhelyének a megmentése céljából indították. Cél, hogy ne a kukába kerüljenek a készülékek kommunális hulladékként, hanem újra hasznosítsák őket. A kampánya egy globális célt szolgál, mégpedig a gorillák élőhelyének a megmentése céljából, hiszen a koltán bányászat miatt fontos az, hogy minél jobban tudjuk felhasználni azokat az anyagokat, amelyek aztán rosszabb esetben kukába kerülnek, akár kommunális hulladékként, holott tudjuk, hogy ezeket újra lehet hasznosítani. Tehát a kampány célja ez, hogy újra hasznosítsuk a használt mobiltelefonokat, és mi elkötelezettek vagyunk ez irányban, és évek óta részt veszünk ebben a kampányban. A környezetvédelem másképp is szóba kerül az iskolában. A nevelőtestület szívügye a fenntarthatóság, a környezetvédelem. Így részt vesznek a Teszed országos akcióiban, de takarítási hónapokat is tartanak, illetve gyűjtenek jótékony célra kupakokat is, és az őszi egészség délutánon pedig a helyes táplálkozás, az évszakhoz való alkalmazkodás a fő téma. Szerencsére olyan nevelőtestület van körülöttem, akiknek szívügye a fenntarthatóság, a környezetvédelem, így minden évben részt veszünk a Teszed országos akcióiban. Ezen kívül takarítási hónapokat tartunk, ahol a gyerekek célzottan és tudatosan átbeszélik azokat a tevékenységeket, amelyekkel a környezetünket védeni tudjuk. Ebben a fél évben, majdnem fél évben is sor kerül több ilyen projektnapra, illetve gyűjtjük mi is a kupakokat, amelyeket jótékony célra, megfelelő helyre el szoktunk juttatni, és őszi egészség délutánunkon pedig a helyes táplálkozás, az évszakok váltakozása és az évszakhoz való alkalmazkodás a fő témakörünk. Az orosz hadifogolyság egy önkéntes szemével, azaz hadifogoly napló Györfi Sándor túrkevei huszár önkéntes visszaemlékezéséből könyvbemutatója a Csokonai Könyvtárban. Most jelent meg nemrég egy hadifogoly napló, illetve megjelent korábban, csak a Covid miatt most volt a bemutatója. De egy picit beszéljünk arról, hogy egy ernőmérnök hogyan is indult el a pályán Karcagról. Tulajdonképpen én történelem érdeklődő voltam, és hát ennek ellenére úgy indultam el, hogy szerintem a erdő és a ló a két nagy csodája a természetnek. Hát apámtól elvették a lovat, nekem maradt az erdő, és így indultam el,
és szereztem Sopronba erdőmérnöki oklevelet, de hát utána mégis visszajutottam a történelemhez, és mezőgazdasági múzeumban kaptam lehetőséget arra, hogy 36 évig egy helyben, egy, mondanám azt, hogy egy íróasztal mellett foglalkozzak erdő, vadászat és természetvédelem történet. Györfi Sándor huszár önkéntesnek nincs köze karcakhoz, de ön által mégis van köze karcakhoz. Egy picit magyarázzuk ezt megnézőinknek. Úgy kezdődött az egész, hogy az naplóírónak a fia, bizonyos Györfi Sándor, akiről itt volt szó, biokertész, tulajdonképpen 2013-ban megkeresett engem, hogy van egy ilyen hagyaték, ami hát édesapjának a hagyatéka, kellene vele valamit csinálni. Hát én hetekig a hatás alatt voltam, nem csak azért, mert nehezen bagadoztam ki a napló írónak az írását, és egyáltalán a papírokat, akkor ott távol-keleten használt tintákat, de lényeg az, hogy én úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon értékes mű, és hát a közérdeklődés némi állami segítséggel is az első világháború centenáriumán, illetve hát a hadifogság idején keletkezett írásokra, fényképekre, és egyáltalán emlékekre talán nem is eléggé erősen, de odafordult. Tehát azért ezt lehetett látni, hogy mégiscsak kezdtek foglalkozni azzal, amit mi még úgy tanultunk, hogy az imperialista első világháború, hogy hát mi is volt az első világháború egyrészt okai, másrészt mindennapjai, harmadrészt pedig az egyes emberekre való hatása. És hát úgy tudom, hogy rengeteget kutatott, tehát amit a Györfi Sándor leírt, amögé azért rengeteg olyan háttérinformációt is összegyűjtött, hogy ez kerek legyen ez a könyv, és másnak a jegyzeteit is használta, róla is beszéljünk egy picit. Egyrészt kellett egy olyan háttérkutatást, hogy milyen művek is jelentek meg abból a időszakból. Ugye már 20-as, 30-as években nem csak a egykori hadvezérek vagy egykori katonatisztek írtak visszaemlékezéseket, hanem a hadifogságba esett egyszerű katonák is, sőt, hát tudjuk azt, hogy néhány szépirodalmi feldolgozás is készült, például a két fogoly, Zilai Lajosnak és mások is. Na most én ezeket úgy gondoltam, hogy nem akarom megismételni, viszont Györfi Sándor naplójában nagyon sok olyan téma volt, amik ezeket a műveket, hogy így mondjam, feltételezve is használhatók, és ez a kézirat kapcsolódott a hadifogoly társához, bizonyos Elek Endrének, Bazonyi Elek Endrének a írásaihoz, akivel együtt volt hadifogoly hát 4 évig, illetve hát 3 évig, de utána is nagyon sokáig fenntartották a kapcsolatot, családi kapcsolatot is, viszont az Elek Endre naplóihoz nem jutottam hozzá, így maradt a Györfi Sándor naplója, amit úgy gondolom, hogy önmagában is érdemes végigolvasni, és azokat a hivatkozásokat, amiket hát a Elek Bandi, mert így nevezte a barátját, Elek Bandi révén itt is el kell fogadni, hiszen Elek Bandi művészember volt, nem csak fotózott, hanem verseket írt, sőt, hát mondanám azt, hogy időnként lelki vezetője is volt Györfi Sándornak. Mit szólt a Györfi Sándor fia, hiszen itt említettük, hogy őt az ablakból ismerhetjük, Bálint Gyuri bácsi révén, sokat hallhattuk a 80-as években őt. Mit szólt, amikor meglátta a végeredményt? Hát ő tulajdonképpen ezt az eredményt nem látta, csak azokat a feldolgozásokat, amiket egyrészt a olvasattal kapcsolatosan készítettem, másrészt a fotóknak és a rajzoknak részben a digitalizálását, de én megígértem neki, hogy elkészítem, hát ő meghalt 15-ben, és hát
mostanra, illetve 20-ra készült el, de egyrészt az ígéretemet megtartottam, másrészt pedig én úgy gondoltam, hogy ez a napló a családi háttér információk nélkül is megállja helyét. A Sanyi bácsi lelkes volt, de úgy gondolta már 80 év fölött is, hogy neki mindent meg kell írni, meg kell menteni. Tulajdonképpen menteni, de inkább így mondanám, hogy még akkor is reformálni akarta. Nem ezt, hanem a biokertészetet, és hát őt ez nagyon lefoglalta. Tehát az édesapja hagyatékát úgy gondolta, hogy már jó kezekben van, elintéztem, és nyugodtan hallhatok meg. Na hát így. Reméljük, hogy legközelebb egy picit vidámabb témáról is fogunk beszélni. Köszönöm szépen a beszélgetést, nézzünk meg pedig a figyelmet. Az ott alvó férfi vette észre, hogy ég a melléképületben kialakított szobájának berendezése éjszaka kisújszálláson. A tűz ekkora már átterjedt az épület tető szerkezetére, tűzoltóink kiérkezésére. Már a főépületre is kezdtek átterjedni a lángok. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a főépületet sikerült megmenteni, azonban a melléképület komoly tűzkárt szenvedett. A tűzoltók egy gázpalackot még időben kihoztak az épületből. A segítségre riasztott karcagi tűzoltók kiérkezésére a tüzet sikerült körülhatárolni és a lánggal égést megszüntetni. Az izzó parázsló részek oltása hajnalig tartott. Személyi sérülés nem történt, a helyszínre rendőrök is érkeztek. Az adókedvezmények összegével több lehet a januári fizetés is, mégis több mint 100 000-en felejtenek elnyilatkozni róla. A legegyszerűbb akár mobiltelefonon vagy tabletten online nyilatkozni az adókedvezményekről. A pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára televíziónknak elmondta, hogy az adóból kedvezmény jár a gyermekes családoknak, az első házasoknak, a 4 vagy több gyermeket nevelő anyáknak, a bizonyos betegségekben szenvedőknek. Idén debütált a 25 év alattiak adókedvezménye is, amely 2022-ben 140 milliárd forintot hagy, mintegy 500 000 fiatalnál. Mindazok ellenére, hogy az időben leadott nyilatkozatok nem csak magasabb fizetést, hanem lényegesen kevesebb adminisztrációt is jelentenek, mégis sokan feledkeznek meg róla. A 2020-as SZIA bevallásban több mint 1 millióan vették igénybe a családi kedvezményt, ezzel szemben a munkáltató felé tett nyilatkozatok hiányában a kedvezmény összege mindössze 642 000 szülőnek növelte meg a 2021. januári fizetését. Valamivel jobb az arány a 4 vagy több gyermekes anyák esetében. 2020-as SZIA bevallásban 57 000-en, 2021. januárjában 44 000-en érvényesítették az adókedvezményt, ismertette az államtitkár. A nemzetközi összehasonlításban nem csak a 4 vagy több gyermekes anyák kedvezménye egyedülálló, hanem az első házasoknak járó adókedvezmény is, amely havi 5 000 forinttal segíti a házasságkötést követő 24 hónapban a frigyre lépőket. A családi kedvezmény egy gyermek után 10 000 forintot, a 2 gyerekes családoknak gyermekenként 20 000 forintot, a 3. gyermektől gyermekenként 33 000 forint adó megtakarítás jelent. Idén havi 10 000 forint személyi kedvezmény jár az adóból azoknak, akik rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesülnek, és azoknak, akik olyan betegségben szenvednek, amely súlyos fogyatékosságnak számít. Az adóhivatal online megoldásai egyre népszerűbbek. A családi adóvisszatérítéses nyilatkozatok több mint 81%-a így érkezett. A 25 év alattiakat még ez a minimális adminisztráció se terheli, jegyezte meg hozzátéve, hogy az adókedvezmény érvényesítését a fiatalnak nem kell kérnie. Azt a munkáltató vagy a rendszeres bevételt juttató kifizető a jogosultsági hónapokban automatikusan figyelembe veszi. A nyilatkozatok a www.onya.nav.gov.hu linken érhetőek el, és tölthetőek ki a legegyszerűbben. Ráadásul nyomtatásra, irattárolásra sincs szükség, azt ugyanis az adóhivatal automatikusan továbbítja az abban megjelölt munkáltatónak, kifizetőnek. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!